tavaszi érzések. Nézzétek! Undorító! Egy kis tavaszi fuvalat és totál elolvadnak! Fogadok, te is így néznél ki, ha foghatnád Linda kezét. Csak persze nem hagyja. Nagyon tévedsz, igenis hagyja. Ugyan, felejtsd el őt, Frank. Foglalkozz más lányokkal, mondjuk Mimivel, nála talán lenne esélye. Miminél? Fúj, akkor inkább meghalok. Hé, csajok, de jó képű. Nézzétek az izmait. Azt hiszem, szerelmes vagyok. Hello, bébik. Igazságtalanság. Mindig ezek a nyápicok járnak a nyakunkra. Kit nevezel nyápicnak? Én nagyon erős vagyok, 150 kilót nyomok fekve. Még 20 fekvőtámaszt se tudsz kinyomni. Viccesz, 200-at is meg tudok csinálni, na figyelj csak. Sziasztok, szkacok. Milyen szánalmas vagy, cserélj pelust, aztán talán szóba állok veled. Izmokat akarsz? Tűnj el innen, te szájhős! Várj! Én nagyon erőssé tudlak tenni. Igen, persze. Minden tudok a tesztépítészről. Na, egy hétig bízd rám az edzészedet, és olyan leszel, mint egy katona. Hagyjál lógva! Ha olyan szakértő vagy, akkor miért vagy ennyire vézna? Van egy régi... tércérülésem még az ifjúsági kung-fu világbajnok szág óta. Tudom, hogy hazus, Jerry, de adok egy lehetőséget, de aztán sikerüljön. Egy hetet kapsz arra, hogy úgy nézek ki, mint egy akciófilmsztár, világos? Itt Grace. Egy ideig nálunk fog lakni, hogy eldönthesse, ide költözik-e. A mindenit, csak nem Grace Hayburn. Ó, de igen, a régi filmszínésznő. Na hát, micsoda cica. Na és ki ez a vonzó suhanc? Az én nevem Bert Whistle. Én Emma vagyok. Figyelmeztetlek, Bertie rettenetes alak. Nem mondod. Nagyon kedves. Az elején kéretni kell magadat, különben semmi sem lesz. Nekem végem, szünetet kell tartanom. Gyerünk, Frank, adj bele egy kis erőt. Miért, mit gondolsz, mit csinálok, fafej? Te kis tejcsarnok! Próbáld inkább az óvodások súlyzóival! Te vagy a világ legrosszabb edzője, Jerry! Már 4 napja csináljuk, és 30 kilót se tudok felemelni! Nyugalom, Frank! Ez csak az edzés előtti fázis! De semmi nem történt! Nézd! Várd csak meg, amíg letelik a hét! Addig a szupererősz leszel! Meglátod! Megkínálhatom csokoládéval, édes! Akkor adja ide. Na, és nincs kedve esetleg sétálni a parkban? Nincs, nincs időm. Na, hagyjon magamra, hadd kezdjek bele a csokoládémba. Változtasson az életén öntudatlanul. Relaxálva hallgassa meg a kazettát, és változzon meg. Mint a mesében. Érdekesen hangzik. Menjen el most rögtön a helyi kirendeltséghez, hogy kihasználhassa egészen páratlan ajánlatunkat. Minden igényre tudunk megoldást. Iskola, testépítés, szerelem. Mindenre tudunk kazettát. Szerelem? Itt van a megoldás. Jaj, szörnyen sajnálom, nem akartam. Nyugalom, fiatalul, semmi bajom. Inkább segítsd összeszedni a kazettákat. Ó, nagyon izgalmas, Holmi. Ezek a kazetták megváltoztatják az életet. Az egyik egy szerelmes kazetta, ami segít elnyernem az imádottabb szívét. Bölcsesség, ismeret, erő, erő? Hú! Ettől a kazettától erős lesz az ember? Igen, a reklámban legalábbis ezt mondják. Kölcsönkérhetem ezt a kazettát egy kicsit, kérem. Igen, persze. Engem csak a szerelmes kazetta érdekel. Köszönöm!
szív? Ez biztosan valamilyen fitness szimbólum. Frank, Frank! Felejtsd el az edzést! Ez az, ami kell neked! Egy kazetta? Hülyéskedsz? Nem, tényleg hatászosz! Nem kell más tenned, csak hallgazd meg, és olyan erős leszel, mint egy bika! Na jó, kipróbálom! De imádkozz, hogy sikerüljön, mert ez az utolsó esélyed! Egy bika! Valami szerelmi szimbólum lehet! Furcsán néz ki. Szerintem a kazetta csinált vele valami. Kíváncsi vagyok, mennyire lett erősz. Mi van, ha valami elromlott? Lehet, hogy csak koncentrál. Gyerünk, figyeljük be a konditerembe, és nézzük meg. Mimi! Ó, Mimi! Kis vadkerlicém! Elég, Frank! Nem vicces! Mi van vele? Begolyódott! Ó, Mimi! Te vagy a leggyönyörűbb lény a földön! Légy az enyém! Ereszel, Frank! Segítség! Ó, mi történt? Frank letérdelt előttem, és azt mondta szerelmes belém, mint aki bedilizett. Mi? Frank szerelmes belé? Ne nevessetek! Gusztustalan volt! A vadgerlic éjének nevezett. Ó, Mimi! Minden közül a legmennyeibb. Egész nap Mimiről epedezik, anyám pedig reggel még azt mondta, hogy mennyire utálja őt. Szerinted mi legyen, Tomás? Le kell csillapítanunk. Gyere ide, Frank, hidd pár szerelmes verset Miminek. Ó, igen, hadd beszéljen szívem pennámon át. Felteszek egy kis romantikus zenét. Micsoda nyilallásai a szenvedésnek! Mimi, drága szerelmem! Talán hagyjuk egy kicsit magára. Sziasztok! Mi baj a Franknek? Folyton telefonál és idétlen verseket mond a kagylóba. Gusztustalan. Jerry hozott neki egy kazettát, és azóta totális elmebeteg. Csinálj vele valamit, Jerry, mielőtt elmondjuk Mimi apjának az egészet. Igen, Jerry, találj ki valamit. Újra lejátszom neki a kazettát. Hát, ha most visszafelé hat, és normális lesz tőle. Gondolod? Hát próbáld megér. Néha egészen rendesek, még ha véznák is. Ott vagy, vén kakadú. Azt hittem, elmegyünk sétálni. Hello. Én éppen aludni akartam. Ó, gyere, remekül érzem magam. Mondd, mihez lenne kedved. Szkanderozzunk egyet. Mimi, kicsi mézes pixisem, miért hagytál el engem, mond? Nyugalom, Frank, meggyógyítunk. Szedd össze magad. Csak feküdj itt és hallgasd a kazettát. Minden rendben lesz. Ezt figyeld! Frank szerelmes versei! Elolvassátok! Na jó, Jerry! A te érdekedben remélem erősebb vagyok! De Frank, nem is emlékszel, hogy mi történt? Gyerünk, irány a konditerem, hogy lássuk a hatást! Erősnek érzem ma! Segítség! Még mindig őrült! Frank, te szánalmas kis törpe! Hagyj békén Mimit, hallod? Miért? Mit csináltam? Ne tégy úgy, mintha nem tudnád! Egész álló nap üldözted! És a kis vadgerlicédnek nevezted! Honnan veszitek? Csak tudnék róla, ha én csináltam, nem igaz? Ha nekünk nem hiszel, kérdezd meg a haverjaidat, majd elmesélik! Sajnos így igaz! Még szerelmes verseket is írtál! Nézd meg magad! Ezt figyeld! A rózsa piros, a viola meg kék, a nevem Frank, és szeretlek örökké. Frank, ezt sosem fogod tudni jóvá tenni. Gyerünk, tűnjünk el, mielőtt újra megőrül. Mi folyik itt? Valami baj volt a kazettával. Szóval a te hibád, te! Te! Juhu! Bertie! Merre vagy? Elnézést! Nem láttátok itt valahol azt a drága Bertit? Á, ott vagy, te drága ember! Kösz a segítséget! Nem csak bohócot csináltál belőlem a kazettáddal, de olyan gyenge lettem, hogy egy vízna öregasszony is leüt félkézzel, te!
Szóval akkor nem is verd meg? Dehogy nem! Majd Erik meg Tomászt lefognak szépen! Kapjátok el! Kakadú! Sziasztok! Nem akartok átjönni Erikhez? Gazdálkodj okosant játszunk! Gazdálkodj okosant? Az a legunalmasabb játék a világon. Nem igaz! Főleg, amikor a gatyád is elnyered Jerrytől. Miért vagy olyan biztos benne, hogy legyőzöd? Mert még nem játszott ilyet, alig várom. Csúnyán veszíteni fog, az biztos. Kösz, nem. Miért? Ti mit csináltok, ami annyira izgalmas? Tanulunk a következő aktuális események vizsgára. Aktuális események? Na hát ez aztán unalmas lehet. Sőt, nagyon érdekes. Tanulunk, aztán sokat utazunk, hogy segítsünk másoknak. Igen, mint Robert Goof. Abba hagyta az énekesi pályáját, hogy a gyerekeken segíthessen szerte a világon. Ne, csak azt akarja, hogy több pénzük legyen és megvegyik a lemezét. Vannak önzetlen emberek is a világon, ha nem tudnád. Nem mindenki olyan önző kis alak, mint te. Nem vagyok kicsi! Te semmit nem tudsz felfogni belőle? A másokon segítő emberek klasszak. Nehogy már ilyen alakokra azt mondd, hogy klassz! Hát nézd meg a haját! Ha, a területemre léptél. Mennyit is kell fizetni ennek? 4000-et? Kizárt dolog! Valami baj van a kockával! Hagyd abba, Frank! Fizest ki! Nem igaz! Ti csaltok! Nem játszok! Utállak titeket! Sokkal jobb Frank nélkül játszani. Igen, néha olyan rettenetes tud lenni. Játszunk még egyet, amíg nincs itt! Akarsz visszavágót? Miféle visszavágót? Gazdálkodj okosant! Egész éjjel gyakoroltam a kockadobást. Nem, inkább Jerryvel játszunk. Jerryvel? Igen, ő sokkal rendesebb. Ugyan már, nem is ért hozzá. De nem ideges folyton, és nem rontja el a játékot. Gyere, Erik, menjünk. Ne haragudj! Segítenél nekünk! Hát cicosunk felment a fára, és nem tud lejönni. Ha volt olyan ostoba, hogy felmásszon, akkor maradjon is ott! Kérlek! Csak az ökör kedves, és csak azért, mert buta! Júj, de durva vagy! Na, és kit érdekel? Remélem, a ronda macskátok leesik a fáról, és kitöri a lábát! Frank, láttam, milyen undok voltál azokhoz a kislányokhoz. Talán rosszul érzed magad? Nincs nekem semmi bajom. De nincs benned semmi sajnálat, vagy együttérzés. Persze, hogy nincs. Azok a kicsik rá akartak venni, hogy másszak föl, hogy lássák, ahogy leesek. Ó, súlyosabb, mint hittem. Azonnal elmegyünk a pszichológushoz. Azt nem, oda aztán nem, azt már nem. Abból, amit hallottam, nekem úgy tűnik, empátia hiányban szenvedsz. Empámia? Nincs együttérzés benned embertársaid iránt, nagyon súlyos. A történelem legrosszabb diktátorai ugyanilyen közönösek és hataloméhesek voltak. Te biztos nem akarsz olyan lenni, mint ő? Mi? Uralkodni egy birodalom fölött a hadsereggel? És mindenki azt teszi, amit én mondok? Remekül hangzik. Drága kisfiam! Szörnyen magányos leszel, ha nem változtatsz a magatartásodon. Frank, hallod ezt? Tomás és Erik nem akarnak veled barátkozni, se a lányok, ez biztos. A lányok? Nem. Ez a helyzet. Javasolnék egy állatterápiát. Ez a gyógymód szép eredményeket tud felmutatni, főleg a gyermekek között. Pontosan mit kell tennünk? Vegyenek állatot, amit gondoznia kell, és amiért felelős. Biztos vagyok benne, sokkal érettebb és együttérzőbb lesz. Mit szólnál egy iguánához? Nagyon különleges faj. Igen, nézd, milyen szép, Frank. Tudom, már tudom. Ez a gyapjú farkú nyúl tökéletes lesz. Ó, hát nem aranyos, Frank. Hogy tetszik? Azt hiszed, érdekel egy ragacsos szőrgolyó? Hát az mi? Ő a mi indonéz kakadunk, egy csodálatos tollú beszélő madár. Beszélő madár? Igen, nagyon élethűen utánozza az emberi hangot. Igen, igen, ez kell nekem! Megvehetjük, anya, kérlek! Jól van, megvesszük. Remek, úgy nézel ki, mint egy kalózkapitány. Szuper!
Sziasztok, lányok! Sziasztok, lányok! Sziasztok, lányok! Mit mondtál, te kis vakarcs? Nem én mondtam. Szerintem klassz fej volt. Ne próbálkozz! Bajt akarsz? Bajt akarsz? Most elengedlek, de legközelebb véged. Jó srác! Klassz fej vagy! Te is tetszel! Klassz fej vagy! Örök barátság! Sziasztok! Nézzétek meg a kakadumat! Ó, milyen aranyos! Ó, milyen aranyos! Te nem is szereted az állatokat! Ez nem közönséges állat, hanem az én kakadum! Hé, Frank úgy néz ki, mint egy kalóz! Gyerünk, nézzük meg alaposan! Már elfelejtettétek, hogy milyen utálatos? Gyere! Csak meg akarjuk nézni! Klassz! Tud beszélni? Persze, hogy tud! Döbbenetes! Gyerünk, mondjon már valamit! Na! Csak akkor beszél, ha akar. Állatot nem szabad erőltetni. Igaza van. Frank, de megváltoztál. Átjössz ma hozzánk tanulni. Persze. Gyerünk, mondd csak. Minden tanár ronda és öreg. Mondd utánam. Minden tanár ronda és öreg. Ideje bemenni. Gyere, Linda. Már csak néhány nap van hátra a dolgozatig. Mindenki alaposan készüljön föl. Minden tanár ronda és öreg! Minden tanár ronda és öreg! Jerry, hallottam! De nem én voltam, Beth szóra. És még hazudsz is? Ez egy órás szobafogságot jelent. Tanárnő, tudja, az én hibám volt. Szép tőled, hogy segíteni akarsz az osztálytársadon. De Jerrynek meg kell tanulni a felelősséget vállalni a tetteiért. Máskor vigyázz, hogy mit beszélsz. De nem mondtam semmit. Tehát még mindig letagadod? Akkor csak ülj itt és töprengj azon, milyen fontos igazat mondani. Hú, a dolgozat válaszok. Köszi, hogy kiálltál mellettem. Te is ezt tetted volna. Azt nem tudom. De valamivel meghálálhatom. Ezt nézd meg, a dolgozat megoldásai. Ugyan, dobd el! Nem szabad csalni, hiszen tudom. Dobjam el! Elment az eszed. A lányok meg én becsületesen tanulni akarunk a dolgozatra. Egy rakászgyík. Az enyém lesz a legjobb jegy az osztályban. Nem, az enyém lesz a legjobb, csalás nélkül. Hát jól van, ahogy akarod. Sziasztok! Ezt nézzétek, itt vannak a dolgozat válaszai, látjátok? Ez biztos? Megvannak a válaszok? De megám, az enyém lesz a legjobb dolgozat az osztályban. Ha akarjátok, elintézem, hogy ti legyetek a másodikok. Klassz, mi? Döbbenetes, szép vagy, Jerry. Mi leszünk a menők. Linda menten elfelejti azt a madáragyú Franket. Holnap mindenkit meglepünk, Pajti. Te meg én. Te meg én. Kijavítottam a dolgozatokat, és meg kell mondanom, volt egy, ami lenyűgözött. Gratulálok, Jerry. Te voltál a legjobb. Minden válaszod kifogástalan. Szép munka, Jerry. Szép munka, Jerry! Szép munka, Jerry! A második helyen állnak Thomas és Eric. Szép munka! Szép munka! Szép munka! Szép munka! Utállok titeket! Csaltatok! Volt rá lehetőséged, csak magadat hibáztasd. Ennyi, Frank. Jerry szép munkát végzett. Hát nem értitek, csajok, hiszen Jerry csalt. Nem tudsz veszteni, fafej. Úgy érzed, hatott a kezelés? Hát nem remek? Akkor áttérhetünk a kettes fokozatra. Az hibád volt, fafej.
Talán próbáljuk meg a varrásterápiát. Magyar hangok. Mináróvics Péter, Szokol Péter, Várfi Sándor, Seszták Szabolcs, Madarász Éva, Mícs Ildikó, Orgová Nemese. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László. Hangmérnök Hajzer László. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.